a diák nézemle, ez 5 napig tart, 4 napig vetítjük a filmeket. Most ebben az évben 100 film érkezett, de mindig változik, hol több, hol kevesebb. Évek során ez volt, mikor 200 film volt, de akkor mind rövidek voltak. Most meg már hosszabbak lettek a filmek, nyilván nincs nyersen a probléma. Így hát a 30 percen hosszabb filmeknek ezeket kirendtem, abból is volt 7. Előre! Kezdődik a 30. jubileumi országos diákfilm szemle. Gyerünk, menjünk! Hát a 30. jubileumi országos diákfilm szemlére. Mi is oda megyünk? Igen! Menjünk! Gyere! Országos jubileumi diákfilm szemle. Hova megyünk? A 30. országos jubileumi diákfilm szemlére! Hát akkor mindenki üdvözlök, 12:00-kor, igen, és akkor megkészít a 30. jubileumi, sikerül kimondani, jubileumi 30. országos diákfilm szemlét. Ha már itt adtunk a zsűrit, akkor bemutatom a zsűrit, Nyakó Júlia, aki érkezik, színésznő, tűzésznő. Köszönjük, hogy itt vagytok, és így vagytok itt nekünk. Kapu Krisztián, nyert talán. Tehát látni, itt van a fejemben, és meg a hozó mondta, hogy ott úgy basszus, és nem nézem rá, a francba nem nézem. Nem nézem. Mester Ákos és a kis babája, de a, csak ülök és beszélek. Mesélünk. Csak ülök és mesélünk broadcast. Podcastnak a műsorvezetője. Amúgy. Összességében tök jó, hogy láttunk egy ilyen történetet, mert ezáltal is nagyobbra nőtt a világ a szemünkben, mert találkoztunk a történetekből. Ugyanezt mondható el a régmódó Zoltánról, a filmrendező, operatőr, filmes szakember, különböző televíziós sorozatok nagyszerű rendezője, és egy kiváló ember, és ő is a politikai iskola egyik legjobb tanulója volt. A tömény igazság. Az néha van, hogy annyira erős az, amikor az ember csak a szintiszta igazsággal szembesül, hogy igazából mindegy, hogy ez film technikailag hogyan van meg. Veletünk a Matkocsi Kadrás, a zsűri elnöke, operatőr, rendező, és ő volt a tanár, Juk, a politikusoknak. Vagy én ezeket nem filmnek értékelem, hanem egy rendkívül felkészült és szertartásos színházi akciót jól mozgató csoport munkájának, és ezek a dolgok egészen jó színvonalú dokumentációi ennek a szertartásos színházi megmozdulásoknak. Csak egy egyperces kis filmet nézzetek meg, ez mi ajándékunk nektek. Aztán 900 perc körülbelül, de hát ez mindig változik, mert ugye ha nem készül el a film, akkor az nem is hozzák be. Tehát ez az első videós számomra zsűri konzultáció, úgyhogy várjuk vissza a videós választ.
sok filmben visszatérő dolog ez, hogy SMS-ezünk, messengerezünk és kijönnek a feliratok. Ezek előre tervezhető jelenetek, de mégis belefutott egy olyanba az alkotó, hogy szépen ki volt keretezve a lány arca jobb oldalra, és jöttek bal oldalra, és egyszer csak a fotó, amit a csaj csinált, kijön bal oldalra, vagy jobb oldalra a feje elé kitakarja, csúnya. Ez szimpla esztétikum, ezzel lehetett volna dolgozni, ha már ez a koncepció. Végén a Morricone zene az szerintem ide nem jó, viszont akármennyire nem tetszik a zene is harsány, azzal például nagyot ütöttetek nálam, hogy amikor van maga a szex, ott semmi zene nincs, és ott az a kínosan csönd van a szobába, és nincs ez túl misztifikálva, meg rózsaszín ködözve, holott az elején, ugye úgy kezdődik, és baj, hogy úgy kezdődik, mert hogy amikor benyit a csaj a srác szobájába, akkor ilyen ködöt látunk, rózsaszín fényeket, nagyon látjuk, hogy ez egy ilyen, nem tudom, bugyi lehúzó hangulatvilágítás, viszont a srác oda megy az éjjeli szekrényhez, fölemel egy távkapcsolót, amivel fényeket irányít, ilyen hangulatvilágítás, és megnyomja, és még lilább lesz a fény. De hogy ez több ezer éve így van, hogy a férfi az le akarja szedni a bugyit a nőről. És most van mobiltelefon, van messenger, és most ezt így csináljuk, ezer éve máshogy csináltuk. És ez mutatja be a film, ez történik meg. És elkezdtünk az anamorf, hogy van ez a nagyon széles vásznú effekt, nem ettől lesz film a film. Amikor ezt használják, ezt a formátumot, akkor annak oka van. Tehát vagy nagyon látványos filmeket csinálnak így, amiben nagyon nagy beállítások, ilyen leíró tájképek vannak, vagy csináltak ilyen filmformátumban már kameradrámát is. Ja. Jó. Mondja, tehát ott rásatlakozva, hogy valóban a képek azok fantasztikusak voltak nekem. Ezt már nem a diákfilm szemére kell nevezni. Igen. Minden nap csak rabatolunk. Nagyon szépek vagytok. Szép a film, igen, vészerelmesek. Jajaj, szerintem az egy verekfilmnek álcázott önportré. Van egy alkotó? Van. Hogy jó volt a hang. Ugye mindig szapult. Én értettem még ott kinn is. Oké, utolszinkron volt, meg ilyen belső monológ, de ennek a mai világban itt a diákfilm szemben már örülni kell. Nádiverébb lennék, hogyha ezt a filmet nem lehetne 10 perc alá nyomni. Sok-sok-sok fog kefét, az megpakod elekszerűen. 20 évvel ezelőtt is voltak ilyen filmek, sőt, én is csináltam ilyen filmet egy kedvenc zeneszámra, egy szerelmi történetről, és itt, akik ültek, mondjuk szerintem az András volt abból a társaságból, aki most is itt van, nagyon keményen ostoroztak, hogy már lecsúsztál egy csúszdán, ami már százal lecsúsztak, vagy minden diákfilm szemben tele van ilyen filmek. Igen, de az én csúszdám. És tök jó, hogy te hozod ezt a történetet és megmutatod. Ez csak egy interpretáció. Nekem nagyon tetszik, mint a tűnök. Az első. József Attila versek, itt animálj már meg egyet. Jó. 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 Mondjuk. Születés napomra, vagy a tiszta szívvel, vagy a valamelyiket Jó, akkor megjönnek. Jó, akkor merás, azt mondjuk, hogy megjönnek. Köszönjük.
Drückst du da nicht?